Adam! Akarsz tudni, hogy zárt a bankunk? Ezt a bank, nézzük meg, hogy érzik magukat! Itt kell bemásznom! Itt a T2-es, vagy ez már a T12-es, jó? Hányan vannak, és akkor az a T8, T9. Szép a szemed, cica. Figyelj, ne haragudj el! Nekem úgy van rossz, hogy van. Sugire! 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 Nézve, milyen kis összes, hogy kupilei van. Hova megyek? Bartó szereibe lettem szerelve. Kérjed a Márminálunk babán című számot tőle! Kicsit patogósabban! Hangja lezás! Tisztán tudták, hogy akkor behúztak minket a
144 forint a tárfolyamon, és akkor ők tudták, hogy 2014-re pontosan 256 forint lett a svájci frank. Miért kérdezem én, miért van nem család, szívetésben tartás, és a rendőrök itt kísérgettek minket, amit köszönünk nekik, csak nem kérdezik el, nem ide kéne állni és letartóztatni őket. Szépen elvinni őket a börtönbe, a vigyorgó biztonsági őrrel egyetembe, egy kicsit hadszáradjon ő is, majd rájön. Lehet, hogy önnek is van devizetele, és még annál itten segíteni akarunk neki is, segíteni akarunk mindenkinek, minden olyan embernek, aki tudni akarja az igazat, tudni akarja az igazságot. Mi nem megmentést kérünk, nem adóforintot, amit kérünk, hanem a jól megírt PTK betartását, a jól megírt PTK betartását és a jól megírt HPK betartását. Köszönöm. Igen, teljesen korrekt, így van. Ugyanazt kapjuk vissza, amit leadtunk, így van. Annyit szeretnék mondani, hogy a múlt hónap elejétől a radikális vascsoport és a Nem adom a házam mozgalom meghirdetett egy uzsonnas trappos ez azt jelenti, hogy 3 hónapig senki sem fizesse a devizahitelét, 3 hónap alatt a bankok roppant, ha meggyengülnek. Ezzel... Nem adom a házam. Na mindegy. Jó van, akkor. Ez a nagy család. Bemutatjuk a nagy családot. Ugye? Ez nagyon jó. Nem adom a házam. Anyám. Ugye ez a mi ottani mozgalom. Megviselődött a kollégákkal, hogy már nyilvánosítottak. Szuper. Hogy hát persze. Persze, igazi célja az, hogy mivel a kuria június 16-án kimondta azt, hogy vizsgálható az árfolyam kockázattisztesség, is, tehát már nem csak a rés és nem csak a kamatemelés, hanem maga az árfolyam elszállásának a tisztességtelensége, hogy erről nem tájékoztatták az ügyfeleket. Szeretnék rábírni az ügyintézőket arra, hogy mondják el, hogy nem tájékoztatták az ügyfeleket erről. Hiszen egyetlen bankban sem hangzott az el, hogy vigyázz ügyfél, kétszeres vagy háromszoros is lehet a törlesztő részlet. Ezt ugye nem mondták az ügyfeleknek, az ügyfél, mint laikus, ezt honnan tudhatta volna. Ez ugyanolyan, mint amikor bemegyünk egy orvoshoz, és ott is rábízzuk magunkat az orvosra, amikor bemegyünk egy bankba, akkor pedig rábízzuk magunkat a bankárra. És a bankár azt mondta, hogy ezt vett fel, ezt a hitelt, mert ez neked jó lesz. Ennek ennyi lesz a törlesztése. Megnézte a jövedelmet, azt mondta, hogy tudod majd fizetni, hiszen azért adta ki, ez a banknak egyébként kötelessége is volt. Megnézte, hogy az ingatlan elbírja, ingatlan fedezet elbírja-e. A banknak erre hosszú távon kellett készíteni egy elemzést, hogy ez vajon így lesz-e. És ehhez képest alig telt el 3-4-5 év, és bedőltek ezek a hitelek, és az emberektől akarják elvenni a házaikat, tőlük vonják a nyugdíjat, az ő fizetésüket vonják, és nem tudnak elmenni a pékhez a gyereknek kakaós csigát venni, mert a bankba viszi a pénzt. Nem tud tanszert venni a gyereknek, és nem tud elmenni nyaralni, nem tudja magát gyógykezeltetni, tehát ez mind-mind ugye benne van abban, hogy őt átverték.
hiszen a család berendezkedett arra, hogy fizet 80 ezer törlesztő részletet. És a 80 ezer törlesztő részlet helyett most ez 160 ezer forint lesz, vagy akár 240 is nagyon sok család esetében, innentől kezdve a család tökre ment. És ezt a, tehát nem csak a, elszámolunk a bankkal, hanem ezeket a károkat is, amit ezzel okoztak, azt is ki kell fizetni. Tehát az a lényeg, hogy minden kulcs most az ügyintézők kezében van. Ha az ügyintézők felállnak és elmondják, hogy átvertük az embereket, még ha nem is szándékosan, akkor megoldódik a devizahiteles probléma, és mindent rá lehet testálni a bankokra. Lesz eredménye? Úgy lettek, hogy eredményes lesz? Igen, már most eredményes. Ugye rettegnek a bankárok, zárják kulcsra az ajtót, hogyha megjelenünk. Nagyon nehezen viselik, hogy kikerül az a felületükre az igazság gyakorlatilag. Tehát amikor ezt kitesszük, akkor ők teljesen meg vannak zakkanva. Én azt látom, ugye ez egy sorozat része ez a tüntetés. Budapesten minden harmadik pénteken csináljuk ezt a tüntetést. Budapestről jöttetek? Igen, mi Budapestről jöttünk. Van itt az Zalaegerszegen, ha nem mondom fel, Zalaegerszeg csoport. És ugye ők az egyik legaktívabbak az országban. És hozzájuk csatlakoztunk, tehát ők szervezték meg ezt a rendezvényt, és mi a Nem adom a házamat mozgalom pedig eljöttünk és támogattuk őket. Jöttünk négy autóval, ugye van a polgármesteri hivatal előtt egy forgalmasító demonstráció, több mint 20-an itt vagyunk, hogy megmutassuk azt, hogy mi együtt vagyunk gyakorlatilag az ország minden részén, és mindenütt számítani lehet és kell is ilyen megmozdulásokra. Hány bankkal tervezik a tárgyalást? Gyakorlatilag most minden bank, aki Zalaegerszegen van a belvárosban, mindenhova elmegyünk, ezt nem nagyon nevezzük tárgyalásnak, mert ők nem állnak velünk szóba, még mindig nagyon pökhendiek. Mi egyelőre kinyilvánítjuk a véleményünket, kérdőre vonjuk őket, és elmondjuk az ügyintézőknek, hogy hagyják abba az emberek fosztogatását. Egy nevet kérlek. Póka László, Nem adom a házamat mozgalom. Adok mindjárt egy tájékoztatót, amit a bankároknak adunk oda, jó? És akkor azt még beletehetitek a... Tehát most már több mint egy éve ezt tudjuk a banki ügyintézőknek. Ha bele tudjátok tenni az újságba, akkor azt nézzétek meg, hogy befér el. Ha nem most, akkor a jövő héten is aktuális. Tehát, hogyha valamiért nem, akkor hiszen tetszáig biztos a jövő héten is jönnek, és ahhoz is lehet kapcsolni, tehát ezt majd meglátjátok. Jó, és a Nem adom a házamat Facebook oldalon tudjátok követni az eseményt. Tehát ha néha bevágnátok valamit, hogy ott mi történik, úgy is látjátok. Köszönöm szépen, szia, köszönjük! Ellenállás! Önfelelés! Nincs megállás! Nincs megállás! Bankgyalázás! Bankgyalázás! Rendszerváltás! Rendszerváltás! Most! 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 Mindenket tudja. Mindenket tudja. Nagyon jó, akkor egy picit. Zenei kísérlettel, legyen! Zalaegerszegen a Dalszabadban különleges, hogy most zenei kísérletünk is lesz a dalainkhoz. Óriási a dalban, elérjük a lakosság figyelmét, hogy itt egy bankgyalázás folyik éppen. Az Erste Banknál kinesztük a véleményünket, tehát egész nyugodtan közel lehet jönni. Zenével, zenei kísérlettel mutatjuk meg azt, hogy mi nem hagyjuk magunkat kifosztani. Szárasztónak, 1, 2 és 3. Szárasztónak, 4 és 6-ban bányázzék a koruncsot.
S egyre alatt a magyar nép valóságban furdokott. Bankája legyen, elszámolunk te veled. Bankája legyen, elszámolunk te veled. De bizárban nyilván tartott fosztogató hadjára. Elvitted az otthonunkat, lehúzta a hatánkat. Bankája legyen, ad vissza a pénzemet. Bankája legyen, csak tovább a helyet. Nagyon jó, már a következő. Azt is. Már mi nálunk, persze. Nem, ez most olyan legfontosabb. Már nem jó. Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szolgásba. Nem fizet a magyar, nem fizet a magyar, mocskos kuzsorásba. Elmegy a magyar a bankhoz, a bank megerejése. Kiteszi a tuti, de meg bankár húz ki innen a fenébe. Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szóvásba. Elviszik a bankát, elviszik a bankát, csinos rabruhába. Elmegy a magyar a bankhoz, a bank megerejébe. Elkapja a bankát, de meg nem dövít már a börtön fenekére. Úgy közben megnyomjál, szappant a seggébe.